Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Az égi kapuk nyílása december hónapban. Mit jelent ez számunkra, ha kinyílik egy égi kapu? A mi naprendszerünknek is van egy mozgása, a központi nap Alcyone. Alcyone lefordítva azt jelenti, egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Mi Alcyone-t összehasonlíthatjuk a meséből ismert Holle anyóval. Egy ilyen napon, amikor kinyílik egy égi kapu, a mi földünk Alcyone-val áll összeköttetésben, és érezzük ezt a finom energia mezőt. Alcyone az a plejádokhoz tartozik. Az, hogy a mi naprendszerünknek is van ez a mozgása, és megvan ez a kapcsolat a plejádokkal, ezt nem csak a mi kultúránkban ismerjük, hanem ezt tudták a maják is, és ez benne van az ő naptárjukban. December hónapban kétszer nyílik ki ez az égi kapu, mégpedig december 14-én és december 15-én. December 14-e az Men hatása alatt áll, és ez lefordítva egy sas madarat jelent, tehát kell az, hogy tervezzük a jövőt. Kell az, hogy felülről lássuk a dolgokat. December 15-e kip hatása alatt áll. Kip az lefordítva egy bagolyt jelent, az utal az éjszakára. Tehát arra, hogy tudunk aludni, megvan-e a belső nyugalom, és ez a nyugalmas álom, természetesen kihat az álmainkra is. A bagoly szimbolizálja a bölcsességet is. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám, vagy rezgés. Ez olyan, mint nálunk a hét, de ez nem 7 napig tart, hanem a majáknál 13 napig tart. Jelenleg a 16. hullámban vagyunk, az eltart december 7-ig. December 8-án indul a 17. hullám, ami december 20-áig tart, és Muluk uralkodik e felett a hullám felett. Muluk lefordítva vizet jelent, szimbolizálja a víz elemét, ami az érzelmekre utal. December 21-én indul a 18. hullám, és az eltart január 2-áig. E felett a 18-as hullám felett ik uralkodik, kihat arra 13 napra. Ik lefordítva szellőt jelent, mutatja a levegő elemét, a könnyűséget, és a kommunikációt is. Mindig, ha egy új hullám indul, és akkor is, ha kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, én mindig tartok egy szertartást este 11 órakor. Itt jelentkezhettek ezekre a szertartásokra, a díjam az 3500 forint. Az azt jelenti, hogy december 8-án lesz egy szertartás, ami az
álmainkat, a vágyainkat, ennek megvalósítását jelenti. December 14-én, amikor kinyílik ez az égi kapu, akkor is lesz egy szertartás, hogy tudjunk valamit tervezni, ami a jövőt illeti. December 15-én szintén lesz egy szertartás, mert akkor is van ez az égi kapu, az utal a tudásra, a bölcsességre és a kármikus témákra. December 21-én indul a 18. hullám, de ezen a napon nem tartok külön szertartást, mert lesz ez a nagy rituál, amikor megvan ez a téli egyensúly, és hogy legyen egy változás az életünkben. Ti is tarthattok szertartásokat, ügyeljetek arra, hogy mi a téma, meg az időpontra, melyik napon gyertyával, füstölővel, mert ez kihat az életünkre. Ha érdekel benneteket ez a maja naptár, szeretnétek többet tudni, vagy azt, hogy melyik napon milyen energia hat ránk, akkor ajánlom nektek a Facebookot, mert ott minden nap leírom azt, hogy milyen energia, milyen napi energia van a maja naptár szerint. A Facebook oldalam Dendera Susanna Medici. De van egy másik is, és az pedig a Dendera Medici oldal. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!